Csorba Kata, protokoll szakértő, a vendégünk, köszöntelek itt a stúdióban. Szervusz! Ugye az ügyben hívtunk meg, az ügyből kifolyólag, hogy mi illik és mi nem illik az asztalnál. Hát ez lehet, hogy egy vasárnapi műsor témája kellene, hogy legyen, de akkor kezdjük ott, hogy miért fontos az, hogy mindennel tisztában legyünk az asztalnál, viselkedésforma vagy akár terítésügyileg is. Az asztali etikett és az étkezéshez kapcsolódó illemszabályoknak a tárháza az tényleg nagyon-nagyon széles, és gyakorlatilag egy-egy apró részletről is hosszasan lehet beszélgetni. Hát természetesen az étkezés, mivel egy közös időtöltés, ezért akár egy magánétkezésről van szó, akár egy hivatali étkezésről van szó, ez egy nagyon fontos része az életünknek. Természetesen általában a magánétkezések azok, ahol ez kevésbé érvényesül. Egy hivatali étkezésen beszélhetünk etiketről, amit követni kell azoknak, akik egy hivatali étkezésen vagy egy formális étkezésen részt vesznek. Miért fontos ez, hogy mi is pozitív képet tudjunk mutatni, holott lehet, hogy látom, hogy a másik nem is tudja, hogy melyik kanalat ragadja hirtelen meg? Igen, hát ugye kultúránként változik eleve az is, hogy mivel milyen eszközökkel étkezünk. Ugye van, ahol abszolút elfogadott a kézzel történő étkezés, van, ahol pálcikával étkeznek, és van, ahol a nálunk megszokott evőeszközöket használják. Ennek nyilván mindnek más a kulturális háttere, ugye olyankor izgalmas ez a dolog, amikor esetleg kultúrák keveredésével találkozunk, hogy akkor valójában milyen evőeszközök kerülnek például az asztalra. És ha már ott tartunk például, hogy az evőeszközöknek a sorrendje, tehát hogy melyik evőeszközt kell használnunk egy adott ételhez, itt elárulok egy titkot, ami nem olyan nagy titok egyébként, hogy borzasztó egyszerű, mindig kívülről befelé haladva használjuk az evőeszközöket. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy nagyon-nagyon szépen megterített asztalt látunk, ahol mindenféle kisebb villa, nagyobb villa, kisebb kanál, nagyobb kanál ott van az asztalon, akkor még mielőtt pánikba esnénk, hogy most akkor vajon melyikkel is kellene, hogy kezdjük az étkezést, akkor nagyon egyszerű, mindig a legszélsővel. Jó, és egy kicsit érjünk vissza kultúrák találkozására, hogyha én mondjuk vendégségbe megyek, akkor mit szoktak mondani a szakértők? Én viselkedjek úgy, mintha egy lennék közülük, vagy éppen ők tiszteljenek meg azzal, hogy vendégül látnak, és mondjuk egy kínai és egy magyar kultúra találkozik, vagy magyar konyha, akkor hogyan illik viselkedni? Tehát mi próbáljunk meg otthonosabbak lenni, vagy ők igazodjanak hozzánk? Alapvetően én azt gondolom, hogy bármilyen vendéglátóról beszélünk, a vendéglátó attól vendéglátó, hogy igyekszik a vendége kedvében járni. Ettől függetlenül például egy távoli kultúra esetében elképzelhető az, hogy olyan helyzetben találjuk magunkat, ami nekünk nem teljesen komfortos, vagy nem teljesen a megszokott. Úgyhogy ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, hogy azért érdemes egy picit felkészülni arra az adott kultúrára, akik mondjuk éppen egy étkezésre invitálnak bennünket, hiszen ez egy alapvetően egyébként bensőséges dolog is, és néhány apró hiba, vagy éppen néhány apró figyelmesség a mi részünkről, ami mondjuk vendégként az ő kultúrájuk tiszteletét hivatott bizonyítani, az nagyon-nagyon jól tudja kivenni magát, és igazán jó hangulatúvá tudja tenni az étkezést. Tehát mikor erre a témára gondolok, én nekem az ugrik be elsőre, hogy azt tanították gyerekkorunktól kezdve, hogy ha kínálnak, akkor ezt el kell fogadni. De most annyiféle allergiás, meg betegség van, vagy intolerancia, amit lehet, hogy azt se tudom, hogy mit fogok megenni, akkor ilyenkor mit javasolsz, azért utasítsuk vissza, vagy próbáljuk meg legyűrködni a torkunkon? Hogyha egy hivatalos étkezés van, ott általában felszokták tenni azt a kérdést, hogy van-e bármiféle ételérzékenysége az adott személynek. Tehát ezt már előre tudjuk jelezni, hogyha ilyen problémánk van. Nyilván mi magunk tudjuk azt, hogy mik azok az ételek, amiket biztosan nem fogyaszthatunk el, mert mondjuk az egészségügyi kockázattal jár a számunkra. És hát nyilván vannak azok az ételek, amiket nem szívesen fogyasztunk el. Ettől függetlenül egy hivatalos étkezésen illik megkóstolni azt az ételt, még akkor is, hogyha számunkra az egy kicsit bizonytalan eredetű, és nagyon-nagyon jól megvannak azok a technikák, hogy hogyan lehet A pontból B pontba pakolgatva úgy megoldani, hogy elteljen az az idő, amíg a vendéglátó észreveszi, mert egyébként ő az, aki az étkezésnek a ritmusát például befolyásolja, tehát ő az, aki elindítja az étkezést, jó étvágyat kíván, és ő az, aki mikor letette az evőeszközöket, és abba a pozícióba helyezte az evőeszközöket, ami azt jelenti, hogy vége van az étkezésnek, akkor a vendégnek is illik befejezni már az étkezést. És hogy egy hivatalos
eseményről beszélünk, akkor lehet, hogy soknak olyan a munkája, hogy a mobiltelefonját nem tudja zsebre rakni, hanem ugye kirakja az asztalra, esetleg a kulcsát. Hogy viselkedjünk, hogyan reagáljuk ezt? Lehet finoman szólítsuk meg, hogy legyen szíves, akkor rakja rezgőre és rakja be a zsebébe, vagy ez azért most már elfogadott egy üzleti megbeszélésen, hogy a telefon is ott van, és mondjuk nekem zavaró tényezőnek számítana. Én azt gondolom, hogy ha valakivel leülünk akár tárgyalni, akár étkezni, akkor ott nincsen helye a telefonnak. Tehát az a szituáció nem igazán fordulhat elő, hogy a telefon az asztalra kerüljön, mondjuk pláne nem egy étkező asztalra. Természetesen megvannak azok a kivételek ezekben az esetekben is, hiszen a kivétel erősíti a szabályt, amikor mondjuk egy nagyon-nagyon fontos hívást várunk. Ilyenkor természetesen udvariasan jelezhetjük azt a tárgyaló partnerünk vagy az étkező partnerünk felé, hogy sajnos ez az az ok, ami miatt ki kell tenni azt a telefont, és abban az esetben, hogyha az a nagyon várt hívás érkezik, akkor azt fel kell, hogy vegyük, de egyébként abszolút illetlenség, tehát ez nem elfogadott. Vannak még egyéb olyan dolgok, amik illetlenségnek számítanak, de lehet, hogy nem is számítanánk rá, mert ezt barátokkal meg a családba ezt szoktuk otthon művelni, de mondjuk kimegyünk a nagy közönség elé, egy étteremben esetleg, vagy éppen egy másik kulturális közegben, és bizony az jobb lenne, hogyha kiküszöbölnénk. Vannak ilyen nagy bakik? Természetesen. Hát ugye mondjuk a magyar kultúrának egy eklatáns példája a magyar étkezési kultúrának a pörkölt, és a pörkölt szaft kérdése, miközben ugye ott van a kenyér. Természetesen egy hivatali étkezésen ki van zárva az, hogy az ember még a megmaradt kis pörkölt szaftot finoman felitassa a kenyérrel, pedig hát az nagyon finom. Nyilván ez egy családi étkezésnél, egy baráti társaságban abszolút belefér. Ezek a különbségek, vagy többek között ilyen különbségek vannak a hivatali étkezési etikett, illetve hát a magán szabályok között, ami egy kicsit mindig lazább. És te, mint szakértő, milyen tippet, trükköt adnál, hogy ezeket a bakikat így kiküszöböljük? Mi az a viselkedés, amivel biztosan nem lőhetünk félre? Alapvetően, főleg, hogyha tőlünk eltérő kultúrával találkozunk, akkor nagyon-nagyon egyszerű dolog, másolni kell. Tehát nem kell azon görcsölnünk, hogy vajon mit is kellene csinálnunk, hiszen ülnek körülöttünk az asztalnál, ha más nem a vendéglátónk, ha mondjuk ketten vagyunk, és egészen egyszerűen meg tudjuk azt tenni, megvan az a lehetőségünk, hogy figyeljük az ő mozdulatait, az ő gesztusait, és gyakorlatilag olyan módon próbáljuk meg mi magunk is elfogyasztani az ételt. És mi a helyzet a kézzel? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy hol van például a kéznek a helye. Ezt amikor tréningezünk, akkor mindig fel is szoktuk tenni kérdésként, hogy hová tesszük azt a kezünket, amit éppen nem használunk. Hát ugye az asztal alá semmiképpen nem tesszük, illetve az asztal fölé is csak olyan módon, hogy esetleg a csuklónk az, ami az asztalnak a szélén pihenhet, de már a könyökünk, már egy felkönyökölés, az már abszolút nem fér bele ebbe. Igen, talán ez az első dolog, amit az iskolában még meg is tanítanak minket. És akkor mi a helyzet a gyerekekkel? Hogyha egy olyan közegben vagyunk, ahol kell vinnünk a gyerekeket, és esetleg ők még nincsenek arra megtanítva, hogy más emberekkel hogyan viselkedjenek. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy zajonganak és rohangálnak az asztalok között, hanem ők is ezért belenyúlnak, a másiknál jobban tetszik az a golyó, akkor kiveszi a tányérjából. Ezt hogyan lehet megakadályozni? Hát alapvetően úgy gondolom, hogy a gyerekeket a mi felelősségünk nevelni, és a mi felelősségünk megtanítani arra, hogy hogyan viselkedjünk egy asztalnál. Hogyha úgy érezzük, hogy a gyermekünk még nem áll készen arra, hogy őt közösségbe vigyük mondjuk egy fontos étkezési programra, akkor azt gondolom, hogy más megoldást kell találni. De nekem az a tapasztalatom, hogy még az egészen kicsi gyerekek is, hogyha elmagyarázzuk nekik logikusan, hogy mit miért csinálunk úgy, ahogyan, akkor általában azért követik a szabályokat. Jó, biztos itt is vannak kivételek, de szerintem az a nagyon fontos, hogy elmondjuk nekik, hogy mi miért van, mit miért kérünk úgy, ahogyan kérjük, és akkor meg fogják érteni, és azt fogják csinálni. Illetve hát, hogy mi magunk mutassunk nekik példát. Tehát, hogyha például azt mondjuk, hogy tele szájjal ne beszélj, akkor ezt ne úgy mondjuk el neki, hogy közben még nekünk is kilóg a fél csirke comb a szánkból, mert akkor az annyira nem hiteles. Meg azért számíthatunk a partnereknek az empátiájára is egy kicsit, hogy ugye gyerekekről van szó, és még a tanulási időszak folyik. Jó, eddig az ételről beszélgettünk, mi a helyzet az itallal, mennyire illik inni az asztal mellett mondjuk egy hivatalos tárgyaláson, vagy egy munka megbeszélésen. Hát, hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk megszomjaztunk, és illik-e... Alkohol.
Alkoholt. Jó, hát akkor alkoholt alapvetően munkamegbeszélésen nem igazán szolgálnak fel eleve, tehát ezt a lehetőséget, ezt kizárhatjuk. Nyilván az alkohol az inkább az olyan étkezéseknek a velejárója tud lenni, amik vagy például egy díszvacsora, vagy egy fogadás. Itt nyilván az elsődleges az, hogy illik mértéket tartani. Ezt egyébként borzasztó egyszerűen meg szokták oldani, hiszen alapvetően felszolgálnak, mindenki kap egy-egy mondjuk kocintó italt, és nincs már arra lehetőség a továbbiakban, hogy egyébként még hat másikat ígyunk mellé. Természetesen mindig szoktunk ilyeneket látni, ilyen példákat látni, de ez elég nagy modortalanságra vall. Úgyhogy a mérték az alkohol fogyasztással kapcsolatosan az nagyon-nagyon fontos, ha már van alkohol az asztalon. Jó, lehet, hogy nem jó kérdést tettem föl, vagy tényleg én erre gondoltam, hogyha mondjuk kocintani kell, akkor azt hogyan védjük ki, hogy bocs, levezetek, mondhatok én ilyet? Általában azért azt gondolom, hogy ma már pont amiatt, hogy nagyon sokan használjuk az autókat, úgy szokták a rendezvényeket eleve megkonstruálni, hogy az alkoholos italok mellett, ha kocintásról van szó, akkor alkoholmentes kocintó ital is van. Úgyhogy természetesen akkor nyilván az alkoholmentes változatot választjuk. Abban az esetben, ha viszont nem megfelelő, vagy nincsen ilyen lehetőségünk, hogy alkoholmentes italt, akkor természetesen udvariasan elvesszük azt a pezsgőt, természetesen kocintunk, az ajkunkhoz emeljük, de nem iszunk belőle, ezzel egyfajta gesztusként szimbolizáljuk azt, hogy mi is kocintottunk, de nem kell, hogy megígyuk. És most ilyen influenza szezon van. Mi van, hogyha el kell menjünk egy protokolláris rendezvényre, még nem vagyok lázas, nem is gondolnám, hogy fertőző vagyok, de ezért szipogok, folyik az orrom, tüsszögök. Illik, vagy inkább maradjunk otthon? Én azt gondolom, hogy nincsen az a helyzet, ahová betegen oda kell menni az embernek, úgyhogy különösen, hogyha nem érezzük magunkat komfortosan, akkor sem értelme oda menni. És sokkal, sokkal többet veszítünk vele, hogyha oda megyünk, és mindenki azt látja, hogy egyébként teljesen rosszul vagyunk, mint hogyha otthon maradunk, és kihagyjuk ezt az egy alkalmat. Vélhetőleg lesz majd másik, amikor találkozhatunk ott azokkal az emberekkel, akikkel egyébként szerettünk volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ezekre mind rávilágítottál. Várunk vissza szeretettel a stúdióban. Köszönöm szépen.